Erőt levél csuda fennkölt, ez egy jel, hogy az alkalom eljött. No, csak azt mondod, hogy itt a nap, hogy letérdelj és szólj. Csak hogy a tervezgetés nekem nem pálya, mert zavarba hoz rögtön a pálya. Romantikus helyzetekben szen a hódító. Ez nekünk egy nagyon fontos küldetés, szerintem külön-külön is, és csapatként együtt is. Úgyhogy amikor felhívott a Feke Pali ezzel az ötlettel, akkor azt éreztem, hogy wow, de jó, hogy valakinek ez eszébe jutott, hogy ilyet kellene csinálni. Pláne tényleg olyan millióban, amiben ez a produkció meg fog születni. Ez szerintem tényleg egy hiánypótló dolog. És hát ebben részt venni az meg nem véletlen, hogy mindenki ilyen felcsillanó szemmel nyilatkozik erről közülünk, hiszen még legalább 4-5 hónap van hátra, amíg ezt elkezdjük próbálni, és már most iszonyatosan várom. Ugye tudjuk a dalokat, tudjuk a produkciónak a nagy részét, hogy mi fog történni, és ez olyan, mint amikor a gyerekek várják, hogy már látja az ajándékot a fa alatt, de még nem nyúlhat hozzá, még nem bonthatja ki, úgyhogy nekünk ez most egy ilyen várakozással teli pár hónap lesz a bemutatóig. Sorsunk szerencsés, ez a szerelem állandó, jó vagy rossz az év, sose fogy el a mondandó. Nekem gyerekként is nagyon fontos volt már, hogy az, amit mondjuk én meghallgatok, valamennyire tudatosan már tudtam szűrni ezt régen is, az tényleg egy minőségi dolog legyen, egy jó zene, egy jó éneklés, ez nyilván kinek mi a jó természetesen, de azért vannak olyan egyetemes szabályok, ami alapján valamire azt mondjuk, hogy ez tényleg ez egy jó minőségű dolog, vagy egy kevésbé jól kitalált dolog. Nagyon sok nálam idősebb kollégától azt hallottam, akik hasonlóan gondolkoztak már az ő pályájuk csúcsán is, hogy hallgassak minőségi zenét, és ha éppen nem tudok valamiért énektanárhoz járni, vagy bármi, akkor is legyen ez egy fontos ilyen alapköve annak, hogy én készülök a pályámra, hogy hallgassak jó minőségi éneklés, minőségi zenét, és boldog vagyok attól a gondolattól, hogy talán most mi lehetünk azok az emberek, akik ezt a színpadról tudjuk közvetíteni a fiatal generációnak, hogy igen, van még ilyen színház, és van még olyan koncert, ahol az emberek tényleg a pályájuk, hát nehéz ezt most, a többiekről beszélek, nem magamról természetesen, hogy olyan előadókkal együtt egy színpadra állni, akik a pályájuknak a maximális csúcsán vannak éppen, és az utóbbi 30-40 évben megváltották a világot a zenéjükkel, a gondolataikkal. Úgyhogy nagyon boldog vagyok az egésztől, és hát iszonyatosan várom. Ahogy ébred a kuballat érzed, ma ünnepel a világ, és őszi táncot jár. Én mindig úgy éreztem, hogy a gyerekeknek szuper érzés előadni. Megint Csonka Bandi jut eszembe, ahogy kicsit könyvelábadt szemmel arról beszél, hogy milyen nehéz felnőttnek lenni, hogy én inkább az ellenkezőjét tapasztalom, képzelt, hogy amikor benézek mondjuk egy szabadtéri nyilvános rendezvényen mondjuk a közönségbe, és azt látom, hogy iszonyatosan nehezen fókuszálnak és koncentrálnak a felnőttek, nyilván mindenkinek ott vannak a gondjai, a terhei, a hétköznapi helyzetek, csörög a telefon, pittyen a órám, minden. A gyerekeket szerintem, hogyha az ember nyitott szívvel és nyílt tekintettel várja és fogadja a színpadon, és át szeretne nekik adni valamit, akkor én még olyat nem tapasztaltam, de csak én vagyok szerencsés, hogy mondjuk azokat a gyerekeket nem lehet megszólítani. És ugye ez az alkalom, ez kifejezetten gyerekeknek szóló előadás, de azért mégiscsak egy családi program, tehát itt lesznek felnőttek és gyerekek vegyesen. Éppen ezért nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ténylegesen mondjuk azok a felnőttek, a gyerekek miatt nem izgulok, őket biztos, hogy meg fogjuk tudni szólítani ezekkel a zenékkel, meg ezzel a látványvilággal, meg mindennel, hogy a felnőttek mondjuk tudnak-e a gyerekekkel együtt bevonódni még 2024-ben egy ilyen kalandba. Nem váltunk el még, nem engedtem. Ez a jég hideg űr most nagyon fáj. Úgy folyt, és a bánat most a mélybe húz. Volt egy mese musical, amelyben részt vehettem, és nagyon élveztem. Sokkal fárasztóbb, mint egy felnőtteknek szóló előadás. A gyermekek figyelmét fenntartani, őket lekötni,
és ezt a felelősséget szeretettel és felelősségtudóan kezelni, hogy színházban élményt adjunk, hogy színház szerető, zene szerető felnőttekké, zenehallgató felnőttekké válhassanak. Ez egy nagy felelősség és egy csodálatos feladat. Jó felnőttnek lenni, hogyha meg tudjuk őrizni magunkban a gyermeket, és tudunk örülni az élet pillanatainak, az élet szépségének, mert azt gondolom, hogy a felnőttek felgyorsult világában, ami a gyermekek világa is nyilván, tehát a gyermekek felgyorsult világában, nehéz megélni a pillanatot, és mi adunk egy ilyen pici szeletet a családoknak is, hogy együtt egy olyan műveltségi szegmensben, például mondjuk, ha mondhatom így a színházról, mint a színházban, élő zenekarral, a mesehősök megjelennek tulajdonképpen, ez szerintem egy varázslatos élmény, amiből a felnőttek is építkezhetnek, hiszen tovább gyermekek maradhatnak, vagy egy picit újra visszabukhatnak a gyermek korhabjai közé, szóval szerintem ez egy csodálatos dolog, és bízom benne, hogy a felgyorsult világban a felnőttek megállnak egy picit a plakátjaink előtt, és örömmel tölti majd el őket, hogy lehet elmenni a gyermekkel együtt színházba, és egy olyan élményt adni, és ezáltal kapni is, ami azt gondolom egy életen át elkíséri őket. Diplomás óvodapedagógus vagyok, az én kislányom 3,5 éves koráig egyáltalán nem nézett digitális képernyőt, csak esetleg a telefonomon keresztül azokat a videókat vagy fényképeket, amik vele és a családdal kapcsolatosak, vagy a közös élményeinket idézik fel. Nagyon-nagyon sokat meséltem neki, úgyhogy eleve az én lelkem csordultik tele, ha csak meghallom, hogy az óperencián túl, az óperenciás tengeren is túl. Nagyon-nagyon sokat mesélek neki, még most is, ő már 6 éves, évvesztes, jövőre lesz iskolás, de minden este és minden reggel, ha tehetem, az óvi előtt nem rohanunk annyira, akkor még reggel is mesélek. Nagyon-nagyon szereti ezeket a meséket, és nagyon sok kollégám és barátom lepődik meg, hogy egy-két olyan mesét, amelyben én énekelek, szinkronizálok, még nem látott, hiszen azt gondolom, ez a felgyorsult dolog, ez a gyors digitális villogó képernyő, a digitális világ, az még nem feltétlenül neki vagy az idegrendszerének való, de tudja, hogy anya énekli ezt, vagy anya beszél ebben a filmben, stb. Stb. Utoljára a Mackó testvért néztük meg egy pár hete, amiben Andi énekel csodálatosan, úgyhogy egy olyan csapatot rakott össze a Pali, amiben szerepelni is, és benne lenni is élmény, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a nézőknek is fantasztikus élmény lesz. Köszönöm figyelmüket, hiszen már a véget ért a Sláger TV híradó. A műsorral kapcsolatban továbbra is várjuk véleményüket és javaslataikat a slagertv@slagertv.tv e-mail címen. Illetve műsorunk a vasárnapi ismétlés után megnézhető a Magyar Sláger TV YouTube csatornáján is. Mára ennyi volt, de ne feledjék, találkozunk legközelebb is, hiszen a hírekből és a sztárokból sosem elég. A viszontlátásra!